Igen, ez az 52. emelet. We're going there. Okay. Igen, ez az 52. emelet. Na, és megint ugyanaz, mint a kérdés az előző epizódban, hogy csak megkérdeztem, hogy lehet-e az, hogy minél magasabban legyen, és nézzük meg, hogy milyen szobát kaphattam itt. Kási, nagyon jó! Mindjárt lesz egy room tour, meg minden, nézzünk ki. Oké, nem látni semmit, de mindjárt reggelre megyünk, és úgy megcsinunk mindent. 1, 2, 3! És íme a kilátás nappal. Na most nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy itt van ugye egy sziget előttem, és azok ott, azok felhőkarcolók, hogyha erre elnézünk, ezek is, és mennyire lentebb van az egész város. Most jön egy room tour, és elmegyek még valahova. Most megmutatom a szobámat, Zseni, tök jó, világos van, a végére hagyom a kilátást, és itt vagyok, a nappali és hálószoba az egybe van. Itt látjátok, mutatom így, ez az ágy, értelemszerűen, és ami nagyon kell, itt van egy ilyen kis dolgozó rész, ott a kilátás. Szóval visszajövünk. Itt le lehet ülni, itt szeretek, amúgy itt olvastam már. Van egy nagyon érdekes dolog a szobában, pedig ez, hogy megnézitek, ez ilyen, tudom, szexi doboz, vagy nem tudom, mert vannak benne ószerek, meg valamilyen olajak, fürdőolajak férfiaknak és nőknek is. A másik ilyen érdekesség pedig egy maszk. Konkrétan, hogyha tűz van, vagy valamilyen gáz, akkor azt lehet felvenni, és így berakták. Érdekes. Innen mögöttem jöttem be, és van egy külön kis gardrób szoba. Szerintem szuper, itt vannak italoknak hely, ez egy hűtő, érdekesebb rész. Itt van a fürdő, és két ilyen ajtót láthattok itt. Az egyik a WC, a másik meg egy belépő, nagyon jól néz ki, fürdő, onnan is jön víz. Ide tudod rakni a cuccaidat, és ahogy kilépünk, láthatjátok, hogy elég nagy a fürdő. Tehát van 1, 2, 3 részből áll, és a kedvencem, hogy van egy ilyen kád, és közben ott a kilátás, ahogy tudod nézni. Szerintem zseni, és akkor így meg visszaérünk természetesen. Úgyhogy ez a room tour, és megmutatom a többi részét a hotelnek, főként a lobbit, a kajáldát, illetve a spa részét is. Menjünk! Itt tuti, hogy fogok fürdőzni, vagy nem nagyon szoktam hotelszobákban. És most, hogy láttátok a szobát, az első dolog, amikor egy nagy utazáson voltál, amúgy, ha meg nem láttátok az utazós vlogomat, ami, hogy jutottam több mint egy napon keresztül ide, akkor azt nézzétek meg. De egy jetlag trükk, hogy egyből el kell menni valahova, ami nem más, mint az edzőterembe. Illetve pontosabban futni érdemes elmenni, vagy valamilyen aktivitást csinálni, mert ez jelzi a fejednek, testednek, mindennek. Szóval jelzi azt, hogy éppen most aktívnak kell lenned, picit átszervezi, főleg a hosszú utazással a mozgásokat is. Úgyhogy lejöttem egy kicsit edzeni, bár most az elmúlt hetekben nem edzettem, képzeljétek el, mert inhüvelygyulladásom volt. Nézzük meg, hogy miket lehet itt csinálni. Legnehezebb sem, nem azért, mert egy rock lennék, de a legnehezebb sem annyira nehéz, ez tök jó. Én ezekkel a gépekkel
annyira nem szoktam gépekkel dolgozni, úgyhogy majd meglátjuk, meg keveset használom sajnos amúgy azokat, amikkel mondjuk ilyen futni vagy biciklizni lehet imitálni, viszont vannak itt labdák, meg különböző eszközök, úgyhogy lehet a kezem miatt is, hogyha már ez a kis betegség volt, egy ilyen nyújtás, lazítás, nagyon lájtos edzést fogok csinálni, és utána ezt figyeljétek, hova tudunk menni. Milyen az uszoda? Elég luxi. Jó a kilátás. A spába, ahol van egy diszoda, meg jacuzzis rész is, de most szerintem, ja, meg hát óriási a kilátás, úgyhogy mennyire látszik itt a... Elég jól lát mindent, úgyhogy most ugorjunk be. Ő Bonyi, nem akar képbe lenni, de képbe van. Na, hát ez az uszoda. Nagyon jó a víz, amúgy sokkal melegebb, mint egy sima uszodának. És hát ez a kilátás innen. Innen fogunk majd drónozni egyet, az biztos, illetve arról a szigetről. Ott is szeretnék, de most egy kicsit elköszönök, hogy tudjon rólam képeket csinálni a Bonyi természetesen. Fehér épület, nem tudjuk, hogy mi, de szerintünk operaház, ugyanis nagyon hasonlít a Sydney operaházra, azon poénkodtunk, hogy gondoltak egyet, hogy kéne csinálni egy operaházat, megsporolták a tervezési díjat, és itt lett ez az operaház. Most egy kicsit még szaunázok. Visszajöttem a szobába, és egy nagyon aranyos kis cetli fogadott. Fordítom, a kínait meg mindig nem értjük. Azt mondják, hogy kvázi a magánszférámnak a tisztelettartása véget nem tudtak bejönni, és ezt mindezt azért írták amúgy, mert annyit, ezt azért mondták, mert van egy olyan gomb, ahol be lehet kapcsolni, hogy do not disturb, tehát hogy ne zavarjanak, és azt így hagytam. Most pedig dolgozom egy kicsikét, ugyanis másfél órám van, addig, amíg el fogunk menni a nyitó gála vacsorára, szerintem onnan folytatom majd. Szobát már láthattátok, most itt vagyok a lobbiba, és gondoltam, hogy megmutatom ezeket a részeit a szállodának. Brutál szép, óriási, tényleg mint egy bárhol a világban egy ötcsillagos luxus hotel, ezért nagyon hálás vagyok a Global Startup Awards-nak, és minden elismerésem Petinek, Kimnek, hogy összehozták ezt az egész rendezvényt, és kijöhettünk ide. Erről a rendezvényről amúgy majd a következő blogban fogok beszélni. Most ezt a hotelt, ami a The Luxury Collection-nek a része, a Marriott hotelcsoportban van benne. A Maxi Lake Hotelnél vagyunk, és még azt is mondanám, hogy még nagyobb, még durvább minden, mint általában, amit elképzelni, akár egy európai városban, hogy milyen méretek vannak. Nézzük meg, hogy milyen maga a lobby. Fogok beszélni arról is, hogy néz ki a reggeli, nagyon érdekes, már reggeliztem itt egyszer, és érdekes látni azt, hogy hogyan van a nemzetközi konyha, miként párosodik a kínai ételekkel, megmutatom majd a spa részt. De most jöjjenek bírólok, mert annyira bíról fergetek kánoán ez az egész, úgyhogy nézzük meg a lobbit. Jó reggelt! Ez már a GSA-nak, ami a jövő heti vlognak a
utolsó napján van, de mivel ez egy hoteltúr, itt a reggelit szeretném nektek megmutatni, most már ez a harmadik vagy negyedik napom, hogy itt teszek. Nagyon sok minden van, és ami számomra érdekes, hogy nem csak a tipikus ilyen nemzetközi reggelik vannak, hanem nyilván a kínai dolgok, és rengeteg kínai leves, mint egy ilyen fő, vagy rámen, ilyesmit esznek reggelire, meg van nagyon sok meleg tészta, tehát meleg ételek, tehát amit mi mondjuk ebéd vagy vacsorára ennénk, azt ők eszik simán reggelire. Úgyhogy megmutatok nektek egy ilyen b-roll formájában, hogy mik vannak. Sushi van, például itt láthatjátok a Kellogg-szok, száraz kajcsinak szoktam én hívni, tehát a műzlik, mindenféle dolog, tojások, újra gondolva, nézzük meg! Most ahol vagyunk, az a leveses rész, hát megtudtam, hogy a kínaiak tényleg leves lesznek reggelire, kiválasztasznak tésztát, van ilyen kínai bolonyai szerű szósz rá, illetve ugye a darátus, van valamilyen lecsós, paradicsomos, tojásos, és te magadnak összeállítod, miután megkaptad ott a dolgokat, ezeket így összeállítod magadnak, és konkrétan leves teszel reggelire. Valaki biztos imádna azt, hogy jó, forró, meleg dolgokat reggelire leves formájában enni. Szerintem lassan kész is az enyém. Az igazság pillanata. Ez roppant finom. Szuper lenne este, amikor beülünk egy vacsorát a barátokkal. Akkor enni egy ilyet, hogy ezt most reggelire eszem, de hát úgyis jetlag, 7 óra eltolódás. Otthon most ilyen hajnali egy körül lehet, úgyhogy jó étvágyat. Na, nagyon jó, csak hát a reggelire furcsa ez a kultúra. Joe-nak hívják ezt az ételt. Rizs, agyon főzve, utána meg még beraktak valami csirkét és zöldséget. Olyan, mintha rizs vízbe lenne és felforralnád. Igazából ez is történik vele szerintem nagyjából. Nem, kb. Ez történik. Hát ezek a különleges élmények, reggelizős élmények, de persze vannak teljesen normálisok is, erről jöjjön egy b-roll, utána pedig, mivel ez a vlog a hotelről szól, még folytatjuk a hotel többi részével. Azért gondolkoztam amúgy el, mert egybe veszem fel ugye azt is, hogy elmegyünk a városba, hogy történik ez a konferencia, hogy milyen a hotel, meg jönnek az utazások. A lényeg, hogy folytatjuk egy másik helyen. Köszönöm szépen, hogy néztetek, hogyha nem vagytok feliratkozva, tényleg iratkozzatok fel, ugyanis most egy nagy utazás jön, úgyhogy ha érdekelnek titeket az egzotikus utazások, akkor ez egy jó időpont feliratkozni. Menjetek át Instára is. Még egyszer köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!